Hát te hol csavarogtál? Na. Lerohantam ebbe a zuhogó esőbe, a postára, és tudod, kivel találkoztam? Marikával. A körúti kis színháznak a pénztáros nőjével, aki azt mondta, hogy mintha téged látott volna tegnap a Szent Mihály kórházban a szűrővizsgálatra várakozók között. Ugyan, hát ez hülyeség. Na én mi? Hát hülyeség, hát tudod, hogy munkatárgyalásra mentem? Igen, én mondtam én neki, de megesküdött, hogy téged látott. Hát összetévesztett valakivel. Hát téged? Nem lehet összetéveszteni senkivel. Ez bóknak veszed, de Marikára meg ne számítsad. 7,5 szemüvege van. Hoztam valamit. Mit? Tulajdonképpen a darabnak az az izgalma, hogy amikor két nő, legyen az színésznő, tanárnő, kalauznő, vagy két nő, nyugdíjas nő összeköltözik, két élet, két különböző dinamika, különböző karakter. És a surlódások, hogy találják meg a közös hangot, hogy tudnak egyáltalán együtt élni. Egyik is más, másik is más. De sokan szokták a szakmában mondani, a régi nagyok is, már a fiatalok is, hogy ez olyan, ez a mi szakmánk, mint egy nagy család. Hogy abban a pillanatban, amikor valakinek valami problémája van, vagy baja van, addig ütik, vágják egymást, kritizálják, na ebbe van a humor, hogy te így, én úgy, ez nekem szimpatikus, nekem az szimpatikus, de mikor valami probléma van, akkor egyszer csak komolyra fordítva a szót, elkezdünk a másiknak segíteni. Úgy, mint a kötéltáncos, hogy egyik tartja a másikat alulról, hogy neki menjen. És itt adódik a darabban egy probléma, direkt nem árulom el, hogy kinek, csak az életben ugye vannak problémák, és akkor a másik ott van mellette, és segíti. Én azt szeretném például, hogy én egy kicsit a drámában, meg a megértésben vagyok erősebb, nem színészileg, hanem karakteriben ilyen vagyok. A Cilinek meg olyan robbanó humora van, és főleg olyan dinamikája, nem is humor ez, hanem egy olyan száguldó dinamika, hogy ha bejöttünk próbára, akkor mindig bejöttem olyan normálisan, és egyszer csak olyan vitt magával. Tehát mind a kettőnek megvan az az erőssége, amit ebben a darabban bőven lehet kamatoztatni. Bőven, bőven, bőven. A humort is, és a drámai megértést is, a másikra való odafigyelést, és ez benne a jó, és ez az izgalmas. És azt hiszem, hogy ezért fognak a férfiak is magukra ismerni, hiszen a fiataloknak azért érdekes, hogy a nyugdíjas időt is meg lehet úgy élni, hogy annyi minden történik még velünk. Jó is, rossz is, hogy idomulunk a másikhoz, hogy igazodunk. És én remélem, hogy mind a ketten vagyunk ahhoz elég egyéniségek, hogy hozzá tudjuk adni azt a pluszt, ami belőlünk jön a szerephez. Ma jár le a szavatosságod, de ehető! De jól le volt értékelve? Hát akkor jöhet! Negyed áron! Na mi van? Miért? Tudod, hogy az egyedüli gyengém... Zsebó! Akkor én meghozom a kávémat! Istenem, Istenem, Istenem! Napsugarak zúgás, amit hallok! Számban nevednek, jó íze van! Szent mennydörgés, néz a két szemem! Ma Istenem, ma Istenem, ma Istenem! Jól vagy? Mi van? Hogy jól vagy? Az, hogy jól vagyok, hát ezzel felvételítem a színművészeti főiskolán. És fölvette? Kinyomom a szemed. És ilyen kávé illat volt ott is. 50 évvel ezelőtt mondtam utoljára, és még mindig így bennem van az élmény. És aztán benne hagytad az összes vakni műsorodban is. Szembesülök azzal ebben a darabban, így már nyugdíjas korúan, hogy az, ami most már barátnőmnek nevezhető szobatársnőm, szerelmi kapcsolatban volt azzal az emberrel,
akire én egész életemben csak vágytam, akire én fölnéztem, de nem mertem tenni egy lépése, ő meg nem vett engem észre, mint nőt, és ez a seb úgy bennem marad, Szerepice. De én, ha visszaemlékszem, én voltam úgy, hogy nagyon-nagyon-nagyon tetszett, ez régen volt, magyar színész kollega, nagyon-nagyon-nagyon tetszett, de tudtam, hogy foglalt, és csak úgy messziről ábrándoztam, hogy de jó annak a kolléganőnek, akivel elmennek vacsorázni, meg most ők együtt vannak, én másnap forgatok vele, de valahogy a mosolya nem nekem szólt, nagyon udvarias volt, és nagyon jól játszottunk együtt, egy nagyon csinos kolléga volt, de a szerelem az más nőfele vitte őt. És ezt ebbe a darabba nagyon vissza lehet hozni, hogy tulajdonképpen Cili volt a győztes ebben a kapcsolatban, mert ő megszerezte magának azt a bizonyos embert, akire én csak ábrándoztam. Na most, hogy melyikünknek volt jó, néha olyan az, hogyha nem teljesedik egy álom. Lehet, hogy azért maradt nekem ilyen gyönyörű emlékem róla. Ez sokszor privát embereknél is tudom, hogy egy nő, mikor nem teljesedett be az a kapcsolat, olyan gyönyörűen tud egy férfiről beszélni, olyan mindenféle jóval felruházza. Lehet, hogyha az beteljesedett volna, lehet, hogy csalódik, de én ezzel nem foglalkozom, mert nekem ez az álom, ez egy örök titok maradt, amit én végig őriztem a darab szerint magamban. Kegyetlen vagy! Kegyetlen! Hát mit gondolsz az egész világa? Te frusztrált lelked körül forog, és senki másnak nem lenne problémái, akkor fortyogj a saját levedbe! Én nem asszisztálok hozzá! Miért mondta, hogy megcsókolna a lábam nyomát? Engem meg kellene ölni. Úgy eljött itt. Pihenni kellene. Pihenni. Én a sirály vagyok! Én színésznő vagyok! Maga nem tudja, milyen érzés az, amikor a színész tudja, hogy milyen förtelmekre játszik. Sokszor, mikor hallok fiatal kollégát, vagy kolléganőt panaszkodni arról, hogy mindig csak a külsőmet veszik észre, mindig csak szépen, hogy szép vagyok, mikor fogják azt leírni, hogy de jó vagyok, és izgalmas vagyok, ez engem is sokáig kísért, de annyira megállás nélkül csináltam végig ezt a pályát, 20 éves koromtól elkezdve, az esős vasárnaptól elkezdve. Nagyon jókor váltottam, mert hogy én ilyen, hogy finoman mondjam, kicsit extra magas vagyok, 160-76 cm lapos cipőbe. Ezáltal mindig volt saját magam fele egy ilyen humor, hogy olyan hosszú lakli, és ezt nagyon jól föl tudtam használni, hogy nem tartottam magamat tökéletesnek. Nagyon gyorsan váltottam a hölgyfecsegés nyomozt, nem is tudom, 38 éves volt, amikor egy 60 éves véllányt játszottam. És mivel én Bercik Sári néninél művészi tornáztam, sportgimnasztikáztam, ezért nagyon jól tudom mozgatni a testemet, nagyon ki tudom használni, hogy hol idétlen legyek, hol ilyen legyek, olyan legyek. Ez mind hozzásegített ahhoz, hogy az évek elmúlnak, és olyan édes, hogyha lát a valamelyik unokám, mert ugye három van, a legkisebb 3 éves, ő is egy régi képemre azt mondja, hogy a mama, vagyis az én lányom, Lili. Ez olyan vicces, és az nagyon jó, hogyha az ember fiatalok szemébe látja magát, hogy a fiataloknak én ilyen vagyok. De az a szerencsém, hogy tulajdonképpen olyan sok a Satak Élától elkezdve, a gyáva, akár a Mephistónak az a szerepe, olyan sok olyan kor maradt meg, amikor tényleg én azt mondják, szép, én inkább azt mondom, dekoratív voltam, vagy szexi mondják, szexi voltam, hogy azt is tudják majd az unokáim látni, de én
hogy bírom még erővel, lélekkel és szívvel, meg aggyal főleg, nagyon elégedett vagyok a sorsommal, és erre csak a korona volt az, hogy megkaptuk Cilivel a Kossuth díjat most, mert ez egy egész életnek tulajdonképpen az átfogó elismerése, és ez végtelenül jó eset. Úgyhogy megint kaptam olyan dinamikát, hogy megyünk előre tervekkel minden, és ez szuper!